Garai Attilával beszélgetek, és először arról szeretném kérdezni, hogy a zenének volt-e valamilyen hagyománya az ön családjába, hogyan vezetett az út a jazz zongorázásig? Apám, amatőr apám nagyon jól zongorázott, de ő nem, inkább a magyar nóta és ebben az irányban. Én ugye Nagyvárad, amikor apám ott dolgozott, hallottam tőle Chopint, és mint gyerek el voltam májulom, akkoriban én lehettem 11 néhány éves, amikor én tanultam klasszikus a Békés Csabai Bartók Béla zeneiskolában. És tényleg már ilyen szem kritikus voltam bizonyos szempontig, azért már az apám nem voltam elfogott, de lenyűgöző volt, hogy Chopint játszott. Hát ez a háború előtt volt, amikor visszaadták Erdélyt, és apámat áthelyezték Nagyváradra. Tehát az, ez a génekben benne van ez a zene, tudod, és hát anyám is nagyon muzikális volt, úgyhogy én a gimnáziumot Békés Csabán jártam, és ott paralel végeztem a Bartók Béla zene és szakképzőiskolában a klasszikus tanulmányaimat. Akkor nekem a jazzről meg a tánzenről nem sok fogalmam volt. És mikor jött az ön életében az új vonal, amikor a jazzot... Te ja, ez tulajdonképpen már a gimnázium éveimben jött, mert a Békés Csabai... Én harmonikáztam, tudod, amatőr alapom, az egy divatos hangszer volt akkor, és elterjedte, én tánciskolában játszottam, és elterjedte egy híre, hogy jó harmonikázok, és megkerestek az ottani roma gyerekek, akik jó zenészek számították, egy ragyogó hegedűs óta. Trucz Laci, annak a bizonyos, nem a Trucz Józsi volt, a Trucz Laci az operának ott a hegedűse, meg egy csomó helyi roma zenész, és vittek engem lakodalomba ide-oda, mint harmonikás. De így csöppentem bele ebbe az úgynevezett könnyű zenei világba, tudod? És a zenei tanulmányommal párhuzamosan, hát anyáméknak jó volt, mert keveset keresett a nevelőapám, mert anyám elvált. Urosházán születtem, ott jártam óvodába, meg első elemiskolát ott végeztem, azt, hogy anyám elvált. Átkerültünk Békés Csabára. Úgyhogy én ott végeztem a zenei tanulmányaimat is, meg a gimnáziumot is érettségiztem. Na szóval így csöppette ebbe az úgynevezett könnyűzei világba, főleg a csabai romák révén, akik engem imádtak, szerettek és vittek, de hát ezek a kétnapos lakodalmak, öregem. Ennek azóta hátránya volt, már belevittek ebbe a piázó életbe. Hát az, ami éreztem, hogy ez nem erőnyös. Hát így kerültem én bele. És komolyan mikor kezdett foglalkozni a jazzzel? Tehát ez egy érdekes dolog, mert az én szüleim azok borzasztó forszírozták, hogy én menjek a zeneművészeti főiskolára. Holott én nagyon tehetséges emberek voltam kikiáltott, de éreztem, hogy nekem rossz a memóriám, tehát nem vagyok egy akkora talentum klasszikus vonalon, hogy én ezen a pályán folytassam az életem. A harmadik konzervatív osztály jutottam el, amikor én leérettségiztem. Szüleim is, meg a zongoratanárnőm is forszírozta, hogy jelentkezek a zeneművészeti főiskolára. Én tudtam, hogy nem vagyok még kellőképpen felkészülve. De hát tudod, mi van? Szülei terror idézőjel, meg a zongoratanárnőm, akit én imádtam, egy Bűbáj drága asszony volt, nagyon jó zongorista volt. Na mindegy, én szót fogadtam, és jelentkeztem. Följöttem felvételizni, de az állat gyakoroltam agyba főbe, még a Kadosa tanárral az a világhírű ember volt, a zsűrinek az elnöke, Kadosa Pál. Lejátszom a felvételi anyagomat, azt mondja Kadosa tanár, édes fiam, maga nagyon tehetséges, de hát még kellene egy évet tanulnia. És jövőre jön felvételizni, én ígérem magának, hogy nem is kell vizsgázni, fel fogjuk venni. Ha igazolja, hogy tanult még egy évet. Én tudtam, hogy ez lesz egyébként, éreztem, hogy nem vagyok fölkészülve. Megköszöntem a Kadosa tanárulnak is. Apám, akinél laktam, akkor már apám Pesten lakott, az édesapám. Mondom, apám, ebből baj lesz, hát én katonaköteles vagyok, 3 év a katonai szolgálat. Hú, akkor még 3 év volt. Igen, hát engem elvisznek, mondom, akkor vége a zenének mindennek. Ez hányban volt? 50-ben. Még 3 év volt a szolgálat. Hú. Igen. 49-ben meg nem mondnak ki pontosan, de nem is érdekes. Na lényeg az, hogy próbáltuk a zenegimnáziumot, ott közölték, hogy mivel én már leérettségiztem, oda nem mehetek. Próbáltuk a zenekonzervatívumot, amivel már betelt a létszám, és néztük az újságokat, hogy melyik egyetemen van valami pótfelvételvizsga. Tudnék, hogy én megúsztam a katonaságot, nekem be kellett kerülnem valamelyik egyetemre. És így bekerültem a jogra.
felvételiztem, fel is vettek, el is végeztem a jogot, kérek, mellette még klasszikust is tanultam, de nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy a jogi tanulmányaim alatt akkori Budapest illegális nagy jazzzenészével sikerült összejönnem. Radics Gábor, Szabó Gábor, aki világhírű lett, meg még sorolhatnám. Radics Gábor a hegedűs, vagy a nem, a hegedűs, akkor már nem volt Magyarországon, a háború után kell. A zongorista, vibrafonos, zseniális komponista. Ezek úgy vittek engem hakniba szombatonként, tudod? És hát nekem nagy élmény volt, mert egy olyan stílusa, előbb, mint harmonikás, ismerkedtem, hogy számomra egy kicsit idegen volt, mert a Maxima Tabányi keresztül ismerkedtem ebben a jazzes világa. A lényeg az, hogy én nagyon előbb, mint harmonikást vittek, tetszett a játékom, egyre többen vittek, és utána én beoltottam, tudod, és elkezdtem a zongorát, ugye tanultam a klasszikust, a jazzszel is foglalkozni, és úgy meg saját magam próbálkoztam improvizálgatni ez az. És elvittek mint zongoristát is. És totál meg voltak elégedve velem, és akkor éreztem, hogy nekem ez van valami tehetségem. Tehát ez volt a jazzszel való találkozásom. Emellett én még megéltem gyönyörűen, mert volt 140 forint ösztöndíja, majd mennyi. Mert én harmonikás, dolgozgattam bálakba, meg ott a mozivarieté, ami azért jött létre, hogy a, ugye megszűnt a Fővárosi Nagycirkusz háború alatt szerencsétlen artistákat segítsék valahogy is. A mozikban a nagyfilm meg a híradó között mindig csináltak egy artista műsor, ahova beosztott a szakszervezet egy harmonikás meg egy dobos. Úgyhogy én kérlek szépen, itt a mozisok között nagy sztár lettem, mert világhírű artistákkal sikerült összejönnöm, és szerették, ahogy én őket kísértem. Tehát így tulajdonképpen anyagilag is úgy rendbe jöttem, viszonylag, mert kevés volt az ösztöndíj, hát én megkerestem akkor a megidején havonta 2000-3000 forintot, ami istentelen nagy pénz volt, tudod. Párhuzamosan tanultam a jogon, elvégeztem a jogot, kérlek szépen, de nem doktoráltam le, letettem, mert azt hiszem a marxizmusból megbuktam, vagy mi volt már, és 4 államvizsga volt, polgárjog, büntetőjog, államjog és marxizmus. Megbuktam, és akkor úgy éreztem magam, hogy nem lesz én velem soha jogász, hagyjam a fenébe az egészet. Ráadásul jött a forradalom, és én bekerültem a forradalmi bizottságba, sőt, ilyen munkaközötti állást kaptam, hogy forradalmi bizottsági taga. A nagy Székelyban, aki élet-halálúra volt a sztalinizmus alatt, Kádárék alatt, annak az íróasztalát kaptam meg. Azt hittem, hogy ki fognak engem végezni. És közben összejöttem a Hardi Tamással, meg egy Gárdos nevű öreg dobossal, és mondtam, akkor kezdtek már 50-telen letartóztatni a régi forradalmi bizottságai tevénykedtek. Mondom, Tamás, ki kéne mennünk? Bejött egy török szerződés. Én félek, hogy elkapnak, és az életben soha nem tudok kimenni. Úgyhogy próbáltunk egy nappal a téve 57-ben, és összejött ez a kis trió. Hardi Tamás milyen hangszeren? Ő énekelt és nagybőgözött, meglepően jól, mint amatőr, tudod? Hát ő, mint Levente, annó, tubázott a Levente zenekarba, és jó basszus érzéke volt. Úgyhogy nagyon összebarátkoztam vele, és végül is az történt, hogy 57 elején mindenki disszidált, mint az állatok, úgy mentek ki. Zenészek is, a Szabó Gábortól kezdve egy csomó régi haverom kimentek, és az Örné Nagy, aki az amerikai konzul volt 56 előtt, imádta a jazzt, és a legjobb jazzzenészekről felvételt is csinálta a hanglemegyelbe, kibérelte. Úgyhogy nekem is kikerült, és a Music USA-en, a Washington DC-n 4-szer lejátszották a mi felvételünket, úgyhogy Young Group of Hungarian Young Musician, nem mondtak neveket, hogy nehogy retorzió jöjjön bennünket. Na tehát akkor van, hogy egyszer, mint egy hülye, kirohantam az albérleti szobámból, a folyosóra, és kiváltam, játszok az Amerika hangján. Mondta, hülye garai, elvisz mindjárt lávó. Akkor mentek a megtorlások 57-be kegyetlenül. Úgyhogy a legnagyobb meglepetésemre forradalmi bizottsági tag ide-oda, megkaptam az útlevelet. Igen, ám csak későn, mert február 1-én kellett volna kezdenünk, és valahol március 1-ső napjában kaptam meg az útlevelet. Török vízum sehol. Hát mondom, hogy lesz itt utazás, garaikám?
Azt mondja, az öreg zsidó dobos, a kártos Isten nyugasza meghalt. Gyerekek, elindulunk, kimegyünk Izraelbe, az izraeliek azonnal adnak vízumot. És majd onnan, ahogy átkerülünk Törökországba. Bementünk az izraeli követségre, 2 órán belül be volt ütve az útlevélbe a vízum, ami miatt én nekem sok kellemetlenség volt a későbbiek során. Holott sose voltunk Izraelbe, aztán rájöttünk, hogy hoppá, itt meg kell venni a hajójegyet, meg minden. Honnan szedünk mi dollárt, meg ez meg. És a nagy morfondírozás közben egyszer csak kaptuk az értesítést, hogy megjött a török vízum. De június elején nem, eleje előtt nem menjünk. Úgyhogy Hardival összetudtuk a fejünket, és úgy határoztunk, hogy mégis csak kimegyünk. Kiutaztunk Törökországba. Május 1-én szálltunk vonatra, emlékszem, a Hardival. Megérkeztünk Isztambulba, azt mondja az impresszárió, hogy maguk mire jöttek itt, hogy június 1-én ne jöjjenek. Június 1-én előtt. Mondom, Tomikám, nincs gond. Kaptunk ilyen művész szállodába elég olcsó szobát, és nekiindultunk az éjszakának a Hardival. Különbözőeken beszálltunk játszani. Annyira tetszett a játékunk, hogy egy csomó török zenész, mivel megfelelő helyetteseket találtak, elmentek szabadságra. Úgyhogy pillanatokkal először 2 héten belül az egész isztambuli éjszakában megismertek bennünket. Ráadásul még az impresszárió szerzett nekünk fellépéseket, hát ilyen gyerekmetélési haknik, ez egy érdekes dolog, mert azt nem tudják itt Magyarországon. Amikor a gyerek 7 éves, akkor megmetélik, és óriási fesztet csinál a rokonság. Betolják egy étteremet, kibérelnek, betolják az ágyat, ahol a kisgyerek, frissen metél gyerek ott fekszik, és egész család mulat, hogy eltereljék a fájdalomra a figyelmet, minden. Már kérlek szépen, ilyeneken játszottunk, elég jó pénz is volt, és ott jöttem össze én, az egyik legnagyobb dobossal, akivel játszottam, egy izraeli fiút hívták, hogy Mikó Hari. Ez csak egy kuriózumként említem meg, mert utána ott volt a kiselemére egy híres magyarországi Moulin Rouge-ban volt, aki zenekarra, mindenek disszidáltak, tudod? És mint disszidensek a Hiltonban játszottak, és egyik napról a másikra az elemért valami affér miatt ott hagyta az egész zenekarra. Ott állt megfődve elemért, hogy most mi legyen, és tudta, hogy mi ott vagyunk, mert az egész Észak-Észtabulon tudta. És hívott bennünket, hogy kisegítenénk őt. Szép gázsit ajánlott, meg vett nekünk ruhákat, mert nem volt ruhák, ilyen izébe. Foltos izékbe jártunk, Gatyákba, Hardiba. És kérlek szépen akkor elkezdtünk a Hiltonba játszani. A gárdos az nem jött ki, mert ugye nem volt szerződés. A Hiltonban játszottunk, kérlek szépen kis remélem. Szép pénzt kerestünk, sikerük volt, mert ugye mi jazzeltünk is időnként, és ott tette az amerikai közönség. Olyannyira aztán a gárdosnak megírtuk, hogy mi van, és kijött végül is, őt is bekevertük a Hiltonba. Úgyhogy július 1-ére kaptunk Ankarába szerződést, ezt az időszakot áthidaltuk, nem haltunk éhen, elég szép pénzeket kerestünk, és elutaztunk Ankarába egy klubba játszani, azt az impresszárió keverte, ahol 2 együttes volt, volt egy spanyol trió, meg a mi triónk. És szép sikerünk volt, egy emigráns orosz volt a főnök, még szegény gárdos is bekevertük, csak egy nagy bizniszmen volt, és akkor kijött Pestről, hatalmas hajókofferbe hozta, hogy játszik, óvszer, meg egyéb dolgok. És kérlek szépen, reggel 4-ig játszottunk, mire a szállodába hazaértünk hullafáradtan, 5 óra, a gárdos fél 6-kor már kelt, és ment ki a piacra árulni a dolgokat. Hogy szegény gárdos az annyira ki volt idegileg, mert egyébként szívbeteg volt, abba is halt meg szegény, hogy nem bírta munkát, és végül is fölmondott neki a góré. Minket azt mondta, hogy mi marad. Én bevágottam nagyon a főnöknél, mert ugye a oroszoknál nagyon népszerű harmonika. És elkövettem azt a marhaságot, egyszer fölmentem, fölvettem a harmonikát, és beszálltam a spanyolokhoz tangókra. És a góré annyira rárapott, hogy közölte, hogy nincs fele-fele időjáték, hanem én, amikor a spanyolok jönnek a színpadra, fölveszem a harmonikát, és játszok a spanyolok, úgyhogy nekem a munkaidőm non-stop volt. Ezért több pénzt nem kaptam, viszont inni, enni lehetett bizgromul, amivel belefért.
Szóval ebben az ankarai éjszakai lokálban, kérlek szépen, ott úgy elterjedt, hogy jól játszunk, és csomó török zenész, akik itt egy jazz érdeket bejártak oda hallgatni. Ott megismertem az ankarai élvonalbeli török zenészekkel is, és egy Errol Pekcsán nevű kitűnő amatőr dobossal az amerikai követségen volt titkár, vagy valamilyen. Én csak azért emlékszem, hogy később nagyon sok szívességet tett nekem. És ő kevett a rádió fel. Minden héten volt egy rádió felvételünk, mert neki volt egy jazz műsor a rádióban. Hát Ankarában pillanaton kevül híres emberek lettünk. Közben a főnök kirúgta a Gárdas Pista bácsit, mert ugye a kimerültségtől meg a szíve miatt szegényke már a rízat, aztán kiment a vécére, és tekercs vészépapírokat magára tekert meg ilyen. Nem tetszett a górénak. Kirúgta, és akkor jött oda ez a izraeli fiú, akivel már Isztambulban dolgoztam. Hát akkor még jobban zenéltünk, és akkor jazzeltünk is minden. Úgyhogy bejárt oda egy konkurens góré, akinek a következő utcában az Intim Pavilion, ez egy ilyen ankarai jazzklubszerűség volt, hallgatott bennünket, és megkérdezte, hogy ha itt lejár a szerződésünk, nem lenne kedvünk átmenni hozzá. És rákérdeztünk a török zenészekre, hú, az Intim az egy fantasztikus olyat lehet jazzelni, és a közönség 80%-a amerikai meg. Mondtuk a górénak, jó. És oda már ezével mentünk el az izraeli dobos gyerekkel, a Mikuharival. A Hardy Tommy meg én, és az amerikai hadseregből csatlakozott hozzánk egy zseniális amatőr vibrafonos. Billnek hívták, még arra is emlékszem is. Hát ott jazzeltünk agyba főbe, plusz minden héten a rádióban játszottunk a Errol Pekcsánnal. Még nem, hogy amikor a Dave Brubeck megérkezett Ankarába, Lengyelországba jöttek, ahol szabad volt jazz játszani. Oda vezetett az első útok, nem mi miattunk elsősorban, hanem ez a Harabot Pereszténába helység, hogyha jön egy külföldi muzsikus, az mind oda lejön, mert vendéglátta góri őket. Jött a Brubeck, Joe Merello, meg a Jane Wright, meg a Matt Desmond-dal. Hát én tiszteletből elkezdtem játszani Tate-Dritrin, meg ilyen. Én imádtam a Brubecket már annó, hát itt a muzik igazán keresztül rengeteget hallgattuk. Fülel a Brubeck, és oda kiabál. This guy has stolen my style. Ez a pasas ellopta a stílusomat. De ebben csupa jó indulatú, meg baráti gesztus. Csináltunk szünetet, odajött, bemutatkozott. Oda jött a Jane Ryan, meg a Joe Morello szerények, bemutatkozott. És megkérdezte, a Desmond az ült egy sarokba, egymagába roskodva. Szerényen megkérdezte a Joe Morello, hogy játszhatná velünk. De nagyon fáradt, mert a repülővel érkeztek a Varsóból. Hát mondom, nekem egy óriási megtiszteltetés. És akkor nem volt Take Five, csak egy nagy standard, és elkezdtünk játszani. A Mikko Harry, aki egy szenzációs dobos volt, hát a Joe Morello utána, ahogy a Joe Morello beszállt dobolni, ég és föld. Akkor játszottam először igazi amerikai sztárral. Aztán nem is tudom, azt hiszem a Take the Train volt az a szám, amit a Brubeckkel játszottunk több mint egy órát. Jam Session örömzene. Az életem első legnagyobb élménye volt az ilyen találkozás. Ugye egy csomó fénykép is készült, az album itt van most is. Dave Brubeckkel, és ez volt tulajdonképpen a nagy sztárokkal első találkozásom, ami örök emlék az életemben. Arról nem beszél, mondom, az ankari jazz életben intenzíven dolgoztunk. Minden héten rádiófelvétel, és közben én akkoriban meghívtam az akkori feleségemet, mert akkor született a gyermekem, az első házasságomból, a Diana lányom, és hát nyilván a forradalmi múltam miatt a nejem nem kapott útlevelet, pedig az amerikai NATO parancsnok, aki ilyen haverunk volt, imádta jazzt, pár nap alatt elintézte a nejemnek a vízumot. Nem kapott útlevelet, kész. És ebben a NATO parancsnokkal, Charlie O'Brien-nek hívtak, ez Törökország ura volt az a pali. Imádta a jazzt, minden este ott volt szinte, és kérlek szépen, ott tényleg híresek lettünk nagyon Törökországban, és utána volt egy istentelen tömegverekedés törökök és az amerikaiak között. És akkor a Górécsai mondta, hogy higítani kell a programot, már hogy ne legyen annyi jazz, hanem játszunk török számokat, meg tangókat, meg ezt meg az. Emiatt még több balhé volt az amerikaiakkal erre, oda szerződtetett egy hastáncos tőt, meg egy tatár énekes sajt. Szóval fölhígult a program, és egyre kevesebb jazz kellett játszanunk. Olyannyira, hogy
mi lejárt a szerződés, akkor még anyagi differenciák is voltak, mert a főnök lenyelt két napig ázsit, meg minden. Hogy mi annyit ettünk, ittunk ott, hogy ez nem is fedezi. Ennek következtében közöltem, hogy fogom magam és ott hagyom. A szemben lévő Deria pavionból kaptunk ajánlatot, ami egy gyönyörű hely volt. Ilyen német zongoristával laktam együtt, aki ott játszott, és közölte, hogy nehogy elvállalja, mert a Goré mindig tartozik neki vagy három heti gázsival. A zongorán 80 nem szól. Bejött a főnök, és egyikor a Stuckert letett az asztalra, hogy ha én nem írom ezt a szerződést, engem agyonlő. Hát egy kicsit betojtam, hát mondom, hogy akkor aláírom. Csak csináltassa meg a zongorát, és fizesse rendesen a gázsit. Nem lesz semmi gond. Bekezdtünk, kérlek szépen, 58, hiszem július 1-én. Gyönyörű nyári szent, gyönyörű helység. Nem szól a zongora, 8 hang. Szólok a főnöknek, azt mondja, ha valami igazán elég hang, azon játszom. Akkor kérlek szépen, gázsi fizetés naponta, amire ezt kialkuttam, hogy most nem tud fizetni majd holnap. Bementem az irodájába, és ott láttam az útlevelemet, az asztalán fogtam, fölvettem, zsebrevágtam, hátról nekem esett két ilyen verő ember. Leszakították a smokingomat, kiszedték az útlevelemet, és közölték, hogy még a szerződésem lejárni, ezt meg nem kapom. Hát én másnap bementem a magyar konzulátusra, panaszt tettem, itt nagyon előzékeny volt a magyar konzul, nem tudom, hogy hívták. Telefon, külügy, külügy a belügynek, akár hiszed, akár nem. Két órán belül rendőri díszkísérete, ott volt a főnök. És azt mondja a rendőr, hogy most a konzul úr előtt átadja az úrnak az útlevelét. Nem tudott mit csinálni a pali. Odaadta az útlevelet, persze gázsit nem adott. Na mondom, ez is már haladás. Megköszöntem. Keblére öleltem, és mondok, este találkozunk. Jó, de láttam a cinikus mosolyt az arcán, minden. Hazamentem, becsomagoltam, anélkül, hogy szóltam volna a kollégáknak, felszálltam az isztambuli vonatra irány haza horány. Még a Hardy barátomnak se szóltam. És ők maradtak még ezen a helyen? Ők maradtak, mert a Hardynak a disszidens lánya akkor jött ki Párizsból, egy nagyon idegzsába betegséggel, és a Tomi kezeltette, és el volt adósodva kegyetlenül. És neki fizetett aztán a későbbiekben ez az illető? Ez a... Dehogy fizetett, dehogy is. A Tomi azért vállalta, hogy ott marad, mert kérek szépen, hát egy csomó pénzt kiket az orvosnak fizetni. Tehát egyszer riport is hozta a Hardyval, azt mondja, lelépett szó nélkül az Attila, és ott hagyott engem egy argentin dobosom, egy borzalmas török zongoristával. Hát ez történt, kérlek szépen. Ez a keserű száj, ez a török turnéban, és elutaztam Isztambulba, még annyi becsület volt bennem, hogy közöltem az impresszel, hogy én hazamegyek. Tud, itt volt a feleségem, a kis néhány hónapos lányom, aki már ott 52 éves azóta, és elindultam hazafele, reszkedtem a határnál, volt még kis epizód, az nem mesélem, Bulgáriában, hogy le fognak tartóztatni, és a legnagyobb meglepetésemre kis határőr fiatal gyerekek olyan kedvesen fogadtak minden. Úgyhogy ez mondjuk egy olyan kellemes csalódás volt, és indultam haza Pestre. Azért a bolgár epizódról kérdezni, milyen jellegű probléma volt? Odafele megismerkedtem egy hölgyel, és visszafele meglátogattam Plovdivba a hölgyet, hogy mielőtt engem börtönbe csuklak a jegyvésznek Szibériába, még legyen egy pár jó napom. Ja, értem. Ez volt a kisebbé. Értem. Jó is volt. Szóval visszaérkeztem Pestre, amiről még nem beszéltem, amikor nem kaptam meg a lejjem az útlevelem, nekem volt egy olyan szerelmi afférom Ankarával, ami nagyon boldogsággal tett el, de közben rosszul végződött, mert ezt nem akarom részletezni. Öngyilkos lett a lány, de nem halt meg, de utána, hogy kijött a kórházba, egy hétre rá férhez ment is. Engem ez lelkileg is nagyon megvisel. Úgyhogy az én házasságom az már betojt, arról nem beszélve, hogy a nejemnek is lett valaki-e, mivel nem kaptam meg az útlevelet, nem tudott kijönni. Úgyhogy nekem elkezdett a visszatérés után ez a budapesti életem. Gundel teraszra kaptam szerződést, ahol megismerkedtem egy ragyogó kollégával, a mai napig látogat állandóan, és kineveltem magamnak nagyon jó dobosnak, a Tarkai Viki, akivel éveket dolgoztam. A másik nagyon jó dobos megint ül mellette, akivel dolgoztam szintén éveket. Bakó Sziszi, aki azóta zongorista lett, és
nemzetközi vizeken hajózik, mint tengerésztiszt. Állandó amerikai vízuma, na ez van. Hazaérkeztem Törökországból, akkor elkezdtem a vendéglátóban itt dolgozni. Fölhelyeztek a Gundel teraszra, ami nagyon kellemes munkahely volt, azon attól eltekintve, hogy üvöltettek az elefántok, az állatkerülek, az oroszlának, meg ott mindig a szabadtéri színpadon a szimfonikus koncertek voltak, én jól éreztem magam ott. Annál is inkább, mert egy nagyon tehetséges, kitűnő dobossal kerültem össze, Tarkai Viktorral. Nem volt tömegnyomor, néha csináltak el rendezvényeket koreaiaknak, meg kínaiaknak minden, és folyt a rizspálinka, meg minden. De ezen kívül rengeteg időnk volt, és én a Tarkait ugye próbáltam ótogatni, amit én Törökországban összeszedtem, főleg a latin zenére. Mert a latin zenében teljes tájékozatlanságban itthon nálunk, holott a jazz és a latin zene az nagyon közel áll egymáshoz. És kineveltem magamnak a Viktort olyannyira, hogy utána, amikor megszűnt ez a Gundel, és a Gellértben kaptam szerződést, oda is őt vittem magammal, ott összeállítottam, mert az volt a kívánsága a cégnek, hogy egy hasonló együttes hozzak össze, mint a Martini Quintet volt. Hát amikor a Martini Lajos beteg volt, én még akkor végeztem az egyetemet, akkor engem hívtak oda a Martini Lajos helyett. Tehát ez nekem egy óriási kiugrás volt, mert van emberek, mint Kovács Gyula, Kovács Andor énekkel játszottam együtt, és hát rettenetes nagy közönségünk ott van, zarándokoltak a jazzkedvelő emberek. Úgyhogy akkor visszatérve aztán annyira megszeretett engem a főnökség, hogy én kihoztam őket a csávába, amikor tüdőbetegséget kapott a Martini Lajcsi, mert ott ugye
volt a pesgőfürdő, ott takarít, jött a gőz, és húzatba ültek egész este. Hadd ne részletezem. Úgyhogy én kerültem oda, amikor ő tüdőbeteg lett, és ezt a cég nem felejtett el, hogy amikor visszajöttem Törökországból, fölkértek engem, hogy csinálják egy hasonló zsánerű együttes. Összehoztam tulajdonképpen az első jazz kvartettet. Pegen államkezett, az volt a Pegen első szerződése. Tarkai Viktor és a Söptei Géz, aki később a Studio 11-ben volt szólista. És jazzeltünk, és oda zarándokolt, akkor még nem volt beat, oda zarándokolt az egész budapesti jazzrajongó közönség. De úgy képzel, Laci, hogy a kerítésen is ültek az emberek. Szerettetes nagy sikerünk volt, és ez elterjedt nem csak Magyarországon, hanem szinte az egész Európában. Úgyhogy jött egy külföldi zenekar, amit a Karel Vlach, vagy nagy név volt, vagy a Gustav Rohm, ezek minden jöttek a Gellértbe, minket meghallgat. Rajtunk kívül még egyetlen együttes volt, aki így ezt játszottak, az Asztóriában a Kertész Kornélnak a kvartettje. Úgyhogy mi voltunk a úttörők ebben a műfajban, és itt tulajdonképpen 2 évet lenyomtunk óriási sikerrel, hát mellette egy csomó örömzene, különböző jazz meghívások, és a végén, amikor átépítették a Gellért, megnyílt az új Gellért a teaszalon, ott még bekezdtünk, és közölte a cég a Hungária vállalat, hogy hát egy embert le kell építeni, mert nincs keret. Minek a bőgős? Mondtam az elvtársnak, hogy hát mondom, a jazzban uram, és mi jazz játszunk elsősorban. A bőgő az egy kulcs szerep, azt nem lehet anélkül, hogy jazz játszunk. Egyébként ebben az időben már szabad volt amerikai számokat? Hogy? De hát ez már, mikor volt ez? 58-ban. Hogyne, hát akkor lehetett, hogyne. Akkor már feloldozás, ilyen megtört volt a jazz, nem favorizálta a kultúrpolitika, de abból, hogy valaki jazz játszott, nem volt neki kellemetlensége. Bármikor kiközvetített a szakszervezet, mondtak, hogy Garaikán bibakolás ne legyen. Úgyhogy nem, ezért már senkinek nem járt büntetés, előléptetése semmi. Megtört kategória volt. De én elég is, főleg a Gellért kvartett révén, ki volt írva, hogy Garai kvartett és együttese játszik. Akkor csak úgy beszéltek, hogy Karti, zenész körülbelül. A lényeg az, hogy a nagy siker révén közismertek lettünk Európában, így kaptam én a Kallóivari Jazz Fesztiválra meghívást, a Bloody Jazz Fesztiválra meghívást, meg későbbiekben a Grácira és a Nürnbergire. Hát ahol nagyon nagy sikerrel szerepeltünk. Tulajdonképpen én le voltam tiltva, nekem az útlevelet elvették, de amikor a NDK-ba kaptunk egy szerződést, a melletted ülő fiatalember volt a dobos, kivel összejöttem, és volt egy tégla emberke, tudod mi az? Hogyne. Aki visszaszerezte az én útlevelemet. Úgyhogy sikerült kimennünk, az első külföldi szerződés, miután egy Törökországba visszajöttem az NDK-ba, ahol egy nagyon kellemes helyen játszottunk egyébként, ahol nagy zenei sikerünk is volt, és nem szóltak bele, hogy mit játszunk. Barátom kitűnően dobolt, hát sajnos a tégla, ő havai gitáron játszott és egyedül, úgyhogy próbált bőgőzni vagy basszizálni, de mindig a témát játszott, úgyhogy vele nem tudtunk különösebben zöldágra vergődni, de ennek ellenére sikerünk volt, úgyhogy én akkor finn feleségem volt, az 3. feleségem, 2 nevelt gyermekem volt, és mi akkor a részben a levelezésem révén összekötetést szereztem Dániába, Finországba, ide-oda. És a nejem is el akart menni, és hát akkor elhatároztuk, hogy 6. haszakadó vagyok, kimegyünk nyugatra. Finn feleséged itt ismerkedett meg Magyarországon? Nem. Én Finországban ismerkedtem meg vele, hazatelepedett. Sok mindenről nem beszéltem, nem akarok hosszú ére ereszkedni. Többek között Cegléden laktunk, ahol a barátommal tulajdonképpen összejöttünk, és nagyon jól tudtunk együtt muzsikálni, úgyhogy utána, hogy kimentünk az NDK-ba, majd a nejem nagyon forszírozta, ugye, hogy szeretne visszamenni Finországba. Igen, ám, de az NDK-nak nem volt diplomáciai kapcsolata nyugati államokkal. Ő finn származású is volt? Finn, persze. És én egyszer Rostockba mentem az öreg autómmal, volt egy öreg Mercedesem, és láttam, hogy lengyel hajózási társaság. Sőmentem megkérdezni, hogy őnek indítanak hajókat Finországban? Hogyne? És visznek utasokat? Hát nagyon csekély, mert ők kereskedelmi hajó.
És hogy rákérdezte, hogy úti költség mennyi. Mondták, hogy felnőttnek 25 dollár, gyermeknek fél ár. Már volt információm, visszamentem Várnemündébe, és mondom, hát itt most nincs mese, valahogy kell a nejednek valami lengyel vízumot szerezni, mert nekünk megszűnt a vízumkötelesség Finországban. Valami lengyel átutazó vízumot. Meg pénzt. Hát ki kell fizetni dollárba az úti költséget. És mai napig nem tudom, hogy a finn feleségem hogy csinálta, a gyerekek ott voltak iskolában. Felszállt egy kereskedelmi hajóra, átment Gezerbe, ami ott volt a öböl másik oldalán, ugye? És telexel megkérte a tartásdíjat, mert az ő férje fizetett finn márkában tartásdíjat. Okosak voltunk, és nem utaltottunk Magyarországra. Mert akkor elég jól kerestem. És Gezerbe egy óra alatt ott volt telexem, akkor, mikor volt ez fizikém? 70-ben. Ott volt a pénz. A neje még ugyanabban a kompar visszajött, ami tulajdonképpen illegális volt, mert egy finn állapot elhagy az NDK-t, egy új vízumra legalább három hónapig kellett volna várni. Visszajött, kérlek szépen, és mondom, indulunk Finnországba. De hogyan? Hát nekem a szerződésem volt. Egy este eszem a személyzeti kaját, és egy hatalmas szálka, amikor vettem ki az evőeszközt, alá ment a hüvelykúm alá, és el kellett ömleni a vér. Na, irány a poliklinika, megoperálták, fölvágták, bebújolálták. Jöttem be a munkahelyre, ők voltak a tanulja barátom. Hát mondom, hogy nem tudok én zongorázni, szeretném fölbontani a szerződést. És bementem a rostoki központba, és közöltem, hogy én nem tudok így zongorázni minden. És hozzájártok a szerződés fölbontásához, hogy menjünk haza. Én a kedves barátom, aki testvérről, aki barátom, neki sem mertem megmondani, hogy nem haza megyünk, hanem Csecsinbe, a finn hajóra. Elbúcsúztunk, kikísért meg a drága barátom. Az állomásra nem bocsájtotta meg ezt. Hát szemétség volt, én féltem, hogy visszavonják az útlevelemet. És Berlinben nem a Pesti gyorsan szálltunk át a Varsóira. Így sikerült hajóval kimenni Finnországba. Ott aztán megindult nekem a hosszú nyugati turné. Sikerült Dániába kimennem, ahol nagyon jól éreztem magam, rengeteg pénzt kerestem. Becseppettem a dán jazz életbe. Ebben az időben már énekelt is, vagy akkor még inkább? Már énekeltem. Az mikor kezdődött egyébként? Az éneklés? Sziszikén mikor kezdődött? Bár nem mindig még nem énekelt. Dehogy nem. Igen? Ceglében is énekelt. Ott is énekeltem. A Margit híd, igen. A Olimpia bárba is énekelt. Ugyan igazad van. Az éneklés. Kérlek szépen, az éneklés valahogy úgy kezdődött, hogy a Hardi barátom, aki nagyszerű énekes volt, tőle rengeteget tanultam, meg loptam már idézőjelben. És amikor szétváltunk, mert ugye ő diszidált és elment Svájcba, akkor ugye elkezdtem, elmerészkedtem és kezdtem énekelgetni. Volt sikere és nem értem le vele, és az elég szépen sikerült olyannyira kifejlesztenem, hogy tulajdonképpen én a zeneművészeti főiskola jazz tansz, ének tanszakáról mentem docensként nyugdíjba. Sok évig tanított ott a jazz? Hány évig? De legalább 10. 10 millió. De még nyugdíjasként, amikor levágták a lábam, akkor még tanítgattam. De tekintel arra, hogy amíg én a státuszban voltam, nyárára is kaptam meg a húsvéti karácsonyi szünetre is kaptam fizetésem. Amikor rokkantként visszamentem, akkor már csak óradíjas lehettem. És ez nekem nem érte meg a tortúra, oda kijárni, vagy minden. De visszatérve a nyugati tartózkodás, Dániában igen? Játszott, és ott nagyon jól érezte magát. Hogyne. Dániában állandóan a jazzklubomban voltam, ott sikerült összebarátkoznom Dexter Gordonnal, akkor a híres amerikai Chick Coreával, és még az ott is bejártam a jazzklubokban örömből, mert én ilyen sörszanatóriumban játszottam. A Tubor gyárnak volt egy ilyen sörözője, ahol én jó gázsért játszottam esténként, egykor volt záróra, jól emlékszem, egy félgetőkor. És utána átmentem a jazzklubokba mindenhol, és ott megismerkedtem az összes élvonalbeli jazz zenészekkel, a Jörszerin Görtet Petersennel, aki később Oscar Petersennek lett a bőgőse. És nagyon sokakkal, úgyhogy nekem egy komoly lépés volt előre a jazz karrieremben, mondjuk Dánia. Velük játszani is sikerült? Hát a jazzklubokban hogyne. Kivel volt a legnagyobb élmény együtt játszani?
Hát elfogult vagyok a Dexter Gordonnal, aki egy fantasztikus zenész volt, és összes barátkoztunk nagyon. Én vittem őt mindig haza, mert egy kerületben laktunk Kopenhágában. Hát egy világsztár volt, és... Ugye szaxofonos, és a Run Midnight című filmnek ő játszott. Hát hogy, de igen. Egy világ szerénysége volt, egy bűbágy aranyember. Tehát az élvonalon, mert egy jazz zenészekkel is nagyon összebarátkoztam. Úgyhogy tulajdonképpen ez nekem egy olyan urodeszka volt, ahol kezdtek megismerni Európában is. És aztán hogyan alakult tovább? Kérek szépen, Dániából utaztam ki a Prágai Jazz Fesztiválra, akkor előtte már a Karlovári Jazz Fesztiválon is játszottam, a legjobb díjat kaptuk. A Scholz Péter és a Szudi Jánossal. Majd kaptam egy csehszlovák szerződést, 8 napos szerződést jutalomból. Utána hazajöttem, kaptam, illetve az alatt a cseh szerződés alatt kaptam meghívást a Varsói Jazz Jamborira, ami szinte egy óriási élmény volt. Hát ott olyan világsztárok játszottak, mint a Miles Davis például. Tehát az Európai... Hát én már izével kötöttem barátságot a Don Ellis-szel, ki életem egyik legkellemesebb csalódása volt, hogy a Don Ellis, akkor jött be a Free Jazz. Mint az őrült bohózkodott ott a színpadon, és ilyen papírt tett a mostük elé, meg ilyeneket, és bementünk a jazzklubba, ahol akkor a bebopot játszott velem, hogy félelmetes úgy. Azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy de miért csinálod? Azt mondja, olyan trombitás, mint én Amerikában, minden sarkon van három. És nekem ki kell valami újat találni, mert másképp senki nem vagyok. Úgyhogy akkor jöttem rá, hogy ezek mind csalások, meg szemfényvesztések, és akik csinálják, ők se hisznek benne igazából. Én akkor nagyon jól összebarátkoztam lengyel jazzzenészekkel is. Majd visszajöttem Csehszlovákiába, hazajöttünk Magyarországra, és itt kaptam aztán meghívást. Itt összes első budapesti Liszt Ferenc zenei főiskolán tartott. Első magyar jazzfesztiválon barátkoztam össze nagyon a Grácsi Jazz Quartettel, zseniális József Manfred, Tony Berthaler. És olyan nyerő összebarátkoztunk, hogy a saját triómon kívül velük is játszottam ott. Annyira összebarátkoztunk, nem akarok részletezni, hogy a Bloody Jazz Fesztiválon is velük játszottam. A nagyon összebarátkoztam a világkörű amerikai trombitársai, Art Vermeerrel. A Nürnbergi Jazz Fesztiválon is velük játszottam már. Úgyhogy a kontaktus egészen sokáig tartott, míg nem. Amikor én hazajöttem és átmentem a pedagógiai vonalra, akkor megszakadt a kontaktus. Hébe hol hallottam róluk, de azt sem tudom, hogy élnek. Ez hányban volt körülbelül, amikor így a tanítás felé? Kérlek szépen, 62-ben volt Kalovivári, 60, 65, 70-es években, igen. Én akkor hagytam a tulajdonképpen hivatára zenni, és akkor mentem át a pedagógiai vonalra. 70-es években, végén, igen. A végén, 70-es években. Én 70-es évek végén. Beszéltünk arról, hogy nagyon szép emlék, hogy Lakatos Ablakos Dezsővel is. Hogy ne, kérlek szépen, hát is ismer. A Dezső tulajdonképpen nálam kezdett. Úgyhogy amikor én megkaptam a meghívást Csehszlovákiába a fesztivál után, akkor a Scholz Peti, aki világsztár lett, mint bőgős, klasszikus vonalon, és a Szudi Jani, aki szintén timpanista szamboni szimfonikusoknál, ők konziba jártak, és ők nem jöhettek velem ki, hogy ez fesztiválon ki voltak velem, de nem jöhettek ki, és akkor nekem kellett együtt ezt csinálnom. És akkor az ablakos játszott a szabadságszállóval, meg azon kivel, neki szóltam is a Duka Norbertnek, és a Tarkai Viki, aki már nekem dobosom volt az előtt is. Így mentünk ki négyesben dolgozni. Luhacsovica, egy fürdőjel, majd Brünóban 4 hónapot, majd Bratislavában is. A Dezsőke egy zseniális krapek volt, még Lengyelországban is kivittem. Ahol engem a Jambori után meghívtak egy vendéglátós szerződésbe, a Grand Hotelba, az egy külön nagyon kellemes élmény volt az életemben. Duka Norbert volt a ablakos, egy Vajdolák nevű vibrafonos, harmonikás. Ott kidobolt, Viktor dobolt, igen. Még azt hogy kérdenek, hogy Szabó Gábor ugye aztán később világhírű gitáros. De kérlek szépen, a Szabó Gábor is tulajdonképpen az én felfedezettem volt, mert amikor én már az 50-es éveknek a elején elég szépen futottam jazz vonalon, amin, mint kezdőzenész dolgozott a Tóteraszon, volt ott az Argényi Sajnak egy együttese,
és hát én örömzenékkel a Gábort nagyon jól ismertem. Úgyhogy mindig találkoztunk a Kossuth Lajos utca és a Kiskörút sarkán, és akkor mentünk a Kossuth Lajos utcára fel a Gáborhoz zenét hallgatni, mert istentelen jó felvételé voltak. Összebarátkoztunk olyannyira, hogy a következő évben, amikor én a Marikában már mint zenekarvezető kaptam megbízást egy szerződésre, akkor a Gábort kértem föl gitárosnak, úgyhogy tulajdonképpen az Argényi Sanyi után hozzám került, és ott nagyon összebarátkoztunk, és akkor nem nagyon szerette az én játékomat. Neki volt egy Gyimesi Tibor nevű gyümölcsnek becézett barátja, aki nagyon jó amatőr zongorista volt, ő volt neki a kedvence. Na most, amikor én jóval később a Termán szállóban dolgoztam, amit megjártam Törökországot, meg minden, de beoltottam, felvérteződtem, akkor jött haza először Magyarország Gábor, és meglátogatott engem a Termán szállóban, hallgatott, Attila Lacsot, ide figyelj, én tudod, hogy nem annyira szerettem veled játszani, de amit most művelsz, elhatároztam, hogy Magyarországon már sem nem akarok játszani. Olyannyira ment az idézőben a szerelem, hogy a Gábor egyem a szívét, kapott egy felkérést egy önálló koncertre és hanglemezre, amire velem akart ugye elmenni, itt próbáltunk a másik szobába, és Hórikám egy óra alatt elszívott, hogy két csomag cigarettát, megívott két üveg bort, akkor már ki volt az egész ember, és mielőtt a koncert lett volna, bekerült a kábítós is volt ő, ugye? Bekerült a kórházba, úgyhogy a koncertet már nem tudtuk megtartani, meghalt szegény fiatalom. Hát ez egy szomorú dolog. A zongoristák közül ki volt önnek a példaképe? Hát én imádtam az Errol Garnert, aki valami fantasztikus unikum volt. Akármihez nyúlt, abból varázsolt jazzt, és istentelen átütő erő és szuggesztivitása volt, úgyhogy nagyon szerettem persze a Brubecket is, csak hát ez egy kicsit ilyen a személyes élményektől talán. Hát a Bill Evanszal az összebarátkoztam nagyon Csehszlovákiában, de volt a Cage-re. Őt ugyan személyesen nem ismertem, de lenyűgöző volt a játéka. Nagyon szépen köszönöm. Hát én is köszönöm.